ma is valamilyen módon, off-road módon járható az Etyeket Herceghalommal összekötő ma még földút. Ennek egy olyan úttá kell válni, ami az Etyeknek az agglomerációs forgalmát részben közösségi közlekedéssel a herceghalmi vasútállomásra, vagy akár P+R parkolókba viszi, illetve akik autóval közelítenék meg Budapestet, azokat Biatorbágy elkerülésével vinné az egyes útra, illetve az M1-es autópályára. Először is szeretném megköszönni Tarjáni István polgármesterüknek az ötlet felvetését, ami nyilvánvalóan a biatorbágyiaknak is sok előnnyel járna. Régi problémája Biatorbágynak már a rajta áthaladó átmenő forgalom a közlekedést illetően, Págy felül is és Etyek felül is jelentős átmenő forgalom terheli Biatorbágy közlekedését. Tavaly évben találkoztunk polgármester úrral a választásokat követően, hívtam én őt az új iskola alapkőletételére, és ott vetettem fel ezt a lehetőséget, hogy találjunk olyan megoldást, amely mind a kettő településnek előnyös, és így jutottunk el egy olyan vázlathoz, amelynek a bejárásán vagyunk most. Az egyik problémánk az, hogy a budapesti agglomerációban a közlekedési helyzet egyre romlik. Az etyeki polgárok Budapestre járnak, ingáznak, ugye általában reggel Budapestre, aztán az esti órákban pedig haza. A másik oka, ami miatt az etyeki polgároknak ez kedvező lenne, ez az útépítés és fejlesztés, az az, hogy Etyek mellett egy Dávid Major nevezeti településrészünk található, ami ugyanúgy belterület, és az ott élő körülbelül 200 polgárunk gyakorlatilag Biatorbágyon keresztül tudja megközelíteni Etyek belterületéről Etyek belterületét. Illetve van egy harmadik opció, ami a megélhetésünket szolgálja. Etyek ugye a szőlőjéről, boráról híres, most már a pezsgőnkről is. Ha ez az Etyek, Dávid Major, Herceghalmi vasútállomás útvonal, illetve parkoló megvalósulhatna, akkor a budapesti szállodákból a turisták vasúton eljutnának Herceghalomra, onnan pedig egy 7 kilométeres buszjárattal dugó nélkül tudnának Etyeket megközelíteni. Példaértékű összefogásról beszéltünk. Pontosan kiknek a összefogása kellett ehhez, hogy most eljussunk ide? Hát ez is a három érintett településnek, jelesül Biatorbágynak, Etyeknek és Herceghalomnak, az önkormányzata, illetve a polgármestereinek. És hát nagyon fontos az, hogy ugye itt a megyei önkormányzatok is együttműködnek, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenében, tehát régiós, helyi és megyei összefogásról van szó. Az elkövetkezendő egy-másfél évben a tervek tudnak elkészülni, és utána pedig tovább kell azért hajtani és lobbizni, hogy a forrást is megkapassuk az elképzeléseinkhez. Tervezés az első fázis, utána jön a megvalósítás. Ez anyagi kérdés is. Én azt gondolom, hogy erre mindenképpen lehet majd forrást találni a 21-től induló, akár Európai Uniós forrásokból. Az, hogy a közút képviselői itt voltak, az meg éppen azt jelenti, hogy ők is szakmailag nagyon indokoltnak és fontosnak tartják azt, hogy ez az elkerülő szakasz megépüljön. Biatorbágyot elkerülő szakasz, hiszen ezzel ebbe a komplex úthálózatban egy nagyon komoly hálózati elem alakulna ki.